Lilasztok! Itt vagyok a mai frissítéssel. Tudom, jó ideje nem csináltam frissítésről videót. Ennek az egyik oka az, hogy magán jellegű problémáim vannak, ami miatt nem nagyon videózok. A másik oka pedig az, hogy igazából nem nagyon láttam értelmét a mostani frissítésekről csinálni videót. Viszont ma sem kaptunk annyira nagyon nagy frissítést, nem, most nem fikázom, hanem arra akarok kitérni, hogy általában egy kis frissítésről most csinálni egy pár perces videót, hogy na, ezt kaptuk, vége, sziasztok, szóval ennek így nem látom értelmét, de most mégis azt mondom, hogy kicsi is ugyan a frissítés, de nagy is olyan szempontból, hogy megtetszett a ló, amit kaptunk, és meg fogom venni, és nem szerettem volna, hogy lemaradjatok erről. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy felveszem videóra, úgyhogy igen, ezzel már kimondtam, meg biztos nyilván sokan tudjátok. Az egyik dolog, amit ma kaptunk, az egy ló. Viszont mielőtt belevágnánk ebbe a lovas dologba, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy mai naptól lehet a kalendáriumban nyitogatni. Ezt le is teszem a linkbe majd, bár az honlapon ugye megtaláljátok, de sokan kérdezgetik, hogy hol van, stb. Lehet, hogy nem is mindenki nézegeti a Star Stable honlapját, nem tudom. Én nézegetem azért. Úgyhogy azt inkább leteszem így a leírásba, és ugye a Facebook oldalamon már kitettem, de nyilván nem mindenkinek van Facebookja, úgyhogy azt lessétek meg. És én ugye beváltottam a kódot, úgyhogy most a kis postás cucc az amiatt van. Legalábbis amiatt is. Lehet, hogy más miatt is, de amiatt. Úgyhogy azt gyorsan meg is nézzük. Igen, ajándék. Yeah. Egy kantár. Ezt ugye tudtuk is. Leszállok a lóról egy kicsit, akkor jobban fogjátok látni. Szóval egy ilyen kantár. Semmit nem ad, nem lehet eladni, szóval hát mindegy, akinek tetszik, annak jó, de egyébként nem tudom, hogy mire jó, mert annyi sok szépet lehet venni. Na mindegy, nem fogok most erre semmi rosszat mondani, úgymond, de ez a kantár. Úgyhogy ha tetszik nektek, akkor váltsátok be a kódot, és ne felejtsetek el minden nap fölmenni, mert ki tudja, hogy milyen izgalmas dolgok lesznek még a kalendáriumban. Remélem lesznek azért olyan dolgok is, ami így mindenki számára hasznos, vagy hogy mondjam. Úgyhogy meglátjuk majd, mi lesz. Lehet nyitogatni. Na hát ide jöttem a karácsonyi faluba, azt hiszem ez a neve, hogy nem tudom, mindig elfelejtem, valami téli faluszerű cucc, nem tudom mi ez. Tök jó, hogy tavaly is ugyanez volt, és még mindig nem tudom a nevét, de lényegtelen. Ugye itt van az új ló, és a télapó házánál, a rénszarvasoknál találjátok meg. Így néz ki. Ugye ez az átváltozott színe. Itt a faluba az összes ősló átváltozik. Úgyhogy ő is. Úgyhogy ilyen jeges. És ugye ezen kívül meg szürke, de majd meg fogjátok látni. Köszönöm. Úgyhogy akkor vegyük is meg. 599-be kerül, úgyhogy szerencsére van rá pénzem. Reméltem, hogy nem lesz ilyen 1000, vagy mit tudom én, de mondjuk nem szoktak, ugye, annyira drágák lenni azért, úgyhogy hát én most nem olvasom el így a szövegét. Hidegtűrő, ezt sejtettem, hogy az lesz. Ugye ez egy észak-svéd modell, ha jól látom. Amit egyébként szeretek is, úgyhogy azért is örülök neki. Úgyhogy reméltem, hogy hidegtűrő lesz, ha már egyszer észak-svéd. Na, akkor nézzük a neveket. Hát én gondoltam névre, de tuti, hogy az nem lesz, amit én szeretnék, úgyhogy hát nem. Jó. Hát akkor ez nem jött össze. Jó, akkor Ice Queen lesz a neve. Az volt a második tippem, azért az már elég valószínű, hogy van. Ice az van, Queen megláttam már, ilyen-olyan Queen lovat, hogy biztos van. Itt is van.
Hát nem mondom, hogy ilyen, hogy is mondjam, különleges név, vagy szóval, hát igen, szóval biztos sok ilyen nevű ló lesz, vagy nem tudom, de mindegy, nekem ez így jó lesz. Úgyhogy akkor oké. Okay. És azt terveztem, hogy akkor elmegyek, kihozom ezt a lovat, és akkor vele fogjuk megcsinálni, megnézni az új versenyt, mert hogy egy versenyt is kaptunk még pluszba, úgyhogy most már nem mondja senki azt, hogy ugyanazt kaptuk, mint tavaly, mert most már újítások is vannak. Úgyhogy innen sajnos nem tudom magam hazaszállítani, de szépen hazamegyünk, és kihozzuk az új lovat. Nos, hát itt is van. Tehát ilyen szürke, amikor nincs éppen átváltozva. Látjátok, neki is van. És én azt gondolom, hogy ez, hogy az üstökét így felállították, igazából ez egy egész jó kompromisszumos megoldás volt így a Star Stable részéről, hogy mégsem akartak berakni egy unikornist, pedig annyian szeretnék, és nem illene bele a játékba, de így mégis, hogy mondjam, úgy érezhetik egyesek, hogy mégiscsak van egy ilyen egyszarvú-szerű lovuk, vagy akár játhatják azt szerepnél, ugye, amit én nem szoktam így szerepezni, de szóval játszhatják végül is annak, ha akarják, hogy mit tudom én. Úgyhogy szerintem ez egy jó megoldás volt. Én nem azért veszem meg egyébként ezt a lovat, mert ilyen az üstöke, de nekem más miatt tetszik, de egyébként szép. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet volt. Ups, hát igen, mondjuk, ha nem a lovat nézném, hogy milyen szépen változik át. Egyébként nekem ennél a lónál jobban tetszik a normál kinézete. De igazából tetszik ez a jeges kinézet is. Én szeretem a telet, meg a havat, meg ilyesmi. Úgyhogy én szerintem nekem ez egy eléggé kedvenc lovam lesz most. Mert a szürke lovakat is szeretem. Úgyhogy nekem tetszik. Na de menjünk akkor vissza, és csináljuk meg a versenyt. Na, hát itt van a versenysegítő Manócska. Jaj. Na jól van. Aha, az az ő problémájuk. Hát akkor nem is kell senki csak kikerülni, nem? Hát akkor... Akkor ez egy jó verseny, nem kell senki csak kikerülni. Közben egy ismerős, na szóval igen, egy barát. Na hát, itt a másik irányba kell menni, nem arra, mint a előbbinél, ezt most jól megmondtam. Most felrúgtam valakit? Vagy ez most mi volt? Nem tudom, mindegy. Hát azt hiszem, hogy lesz, mit gyakoroljak ez a... Én mindenkit fölrugok! Jó ég! Szóval lesz, mit gyakoroljak ezen a... Most miért álltam meg? Mindegy. Versenyen. Ilyen lufis izés. Ezeknek neki megyek, mi történik? Jó ég, itt röpkednek a szánok. Júj! Ne! Hát jó. Ez a verseny nem pont olyan, mint amilyennek képzeltem, de... Elüt a szánkó is, figyeld. Megint elüt? Hát... Hát ezt hiszem, ezt még gyakorolni fogom. De jó az a verseny, mármint, hogy... Ah! Most így értem meg a versenyt. Megdicsérem a versenyt is. És folytatódik tovább. Tudja, hogy ilyen csak velem történik. Tehát ez biztos. Jó, hát megpróbálom újra kezdeni. Innen kezdődik a verseny?
És merre kell menjek? Ez jó. Kezdődik a verseny, figyelitek? Hát ez remek. Hello, én most versenyzek. Nem is telik. Vesztett. Na jó, nem lehet újra kezdeni. Jó. Akkor ennyi volt. Akkor visszamegyünk. Na, akkor kezdjük újra, és most már próbáljuk meg, hát azzal, amit már úgymond tudunk a versenyről, azzal a tapasztalattal, aztán majd meglátjuk, hogy utána való részeknél mi lesz, de jaj, szegény, nem tudja, hogy videózok, de mindegy. Mindenkit felrugok. Ez a verseny, ez nagyon kedves. Bár mondjuk a szánkó elütött, úgyhogy na, akkor ez megpróbálom. Ah, itt kell átugrani, jó. Így nem rúgnak le a szarvasok. Hát... Hát ez remek. Hát ez meg még átváltoztatott. De ez meg jön utánam, szegény. Hát. Au! Ne! Na jó, megpróbálok nem mindennek neki menni, de... jó, titeket... Na, erre elit a szánkó, jól van. Jó, mindegy. És akkor ott valahogy úgy kéne átugrani, hogy ne halljunk meg. Jó, sikerült. Jó. Ezeket se akarom elütni, mert már félek mindentől, ami... Jó, ez is megvan. De jó ég. És nyer. Jó. Oké, nyertünk. Nyertünk? Hát nem nyertünk, de szóval igen, befejeztük a versenyt. Hát ez valami fenomenális verseny volt. Nekem egyébként tetszik, csak hát még... Még gyakorolni kell. Azért ráköszönök, ne legyen már az, hogy... bunkó vagyok. Na, hát... és ugye 400-at adott, szintet léptünk. És nézzük amúgy, napiba 200-at ad. Szóval egyébként szerintem egész jó. Na. Úgyhogy én ezt most már videóban nem csinálom meg még egyszer, majd azon kívül. Hát, amit még tudni kell, de most nem megyek el oda, az az, hogy a halász faluban van most ugye a lópiac. És... ugye ott is vannak elméletek feladatok, de ezt azért ellenőrzöm, hogy itt most is kaptunk-e. Nem mutatja, hát az remek. Ja, lehet, hogy... vagy nem tudom. Mindegy, hát ezt most ne haragudjatok, de elfelejtettem megnézni. De ott találjátok a lópiacot, az a lényeg. És remélhetőleg vannak feladatok, bár most nem mutatja, úgyhogy lehet, hogy megint nincs, és tudjuk, hogy volt már ilyen. Mindegy, ha ez így van, akkor nagyon szomorú. De reméljük, hogy nem. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hétvégén várható live, és a hétvégi live-ba fogom megvenni CM-en ezt a lovat. Viszont csak egyik nap fogok tudni live-olni, úgyhogy a poskarira pedig majd egy hét múlva fogjuk megvenni, úgymond a, mármint, hogy másfél hét, de szóval, hogy értitek a következő rávaló hét. Hát, gondolom szombatján fogom megvenni, szintén ugye live-ba. És ha megvan az appos live is, akkor fogom kipróbálni majd, hogy tudom-e live-ban csinálni az Orient the Blind Forest-et, ugyanis megszavaztátok, hogy folytassam, és szeretném folytatni, csak elgondolkoztam azon, hogy lehet, hogy menne live-ba is, és lehet, hogy nektek is jobb lenne, vagy izgalmasabb, közben kicsit beszélgetnénk, viszont ha nem fogja bírni a gép, akkor maradok annál, hogy videóra veszem, úgyhogy ezt majd meglátjuk, kipróbáljuk, hogyha megvettük mind három karakteren a lovakat, akkor utána Orient the Blind Forest-et fogunk próbálni, és hogyha sikerül, akkor élőbe fogom kijátszani azt a játékot is.
Legyen lilasztikus napotok, és találkozunk legközelebb. Lilasztok!